kao grad u kome će svako za svoj rad ili nerad
i konačno kao grad koji će biti više povezan sa svijetom koji nas okružuje. Za to nam je neophodna bolja saradnja i veća podrška i republičke i pokrajinske vlasti, kao i podrška svih građana. Period pred nama biće izuzetno težak, ali ja vjerujem da se u realizaciji planirano imati mudrosti, snage i istrajnosti i da uz više rada i odgovornosti, ali i ukidanje privilegija, željeni rezultati neće izostati. Subotici treba mnogo investicija, mnogo ulaganja, kako bi završili započete projekte i obezbedili sugrađanima posao i mogućnost da privređuju i normalno žive. Smatram da aktualna lokalna vlast to može da im obezbedi, jer radi na transparentni i odgovorniji način nego što je to bila do sadašnja praksa i na taj način stiče poverenje kako građana, tako i privrednika, koji kod nas već posluju ili namjeravaju da investiraju u naš grad. U narednom periodu očekujemo bolju saradnju grada i pokrajine sa jedne strane i veću pomoć Vlade Srbije kroz realizaciju konkretnih projekata sa druge strane. Da bi povezali uspjehe i dobre rezultate, nije dovoljno samo partnerstvo sa drugim nivoima vlasti i sopstvene aktivnosti na rješavanju započetih problema. Potrebno je strateško planiranje budućih aktivnosti i uvođenje novih principa u oblasti rada. Istat ekscelencija, evo, promocija, vaški rada, istat pri konzulur, istat konzulur, vezete konzulur, istat pastor Višpana, Vajdoša, konzulur, pastor Majkova, Vičini Kavnika, Altik Karovak, istat Pogajan, Vešte, Poliga i informaciji vezati modele financije i ponašu kako kritišali od alovi i te izmine koje je zbog te što su te izmine neka čo kritišali. Ali u sviš nek se vrti impresioni ako vam na ovom ne vidim od jadu od tako što neki va od mo ne znam na opon sobotko varuš od nja kresuše mi ne penjim és megtisztelt egy bennünket, jelenlőtök el, és ezáltal megtisztelték szabadon minden polgárát. A díszülés általában azokról a díjazottakról kell, hogy szóljon, és pontosítva, lebontva azokról az emberek, akik ezért a közösségükért tettek valamit az elmúlt időszakban, akik az elmúlt időszakban olyan cselekedett ezért a közösségét, amiért kiemelték, hogy díjakat kapjon, külön elismerjen a készségét. És nekünk díszülésen, városnapján, Szabadka városnapján külön köszönettel adjuk. Attól függetlenül engedjék meg, hogy egy rövid kitérőt tegyek az eseményekre, hiszen gondolom, hogy ilyen alkalmazkor a díszülésnek a kompánya mellett egy kicsit a mindennapi dolgokról is szót kell említeni. Óhatatlanul ez a kérdés beleolvad a mindennapjainkba, és egy-két olyan üzenet megfogalmazása is elvárva tőlünk, amelyet a jó szándék és amelyet az építőjelme fényelesz. 3 évvel ezelőtt Szabadka politikában gyökeres változások történtek meg. Nagy mértékben átölt az önkormányzatnak a politikai palettája. Elsősorban követte azt, amely már felső szinteken megtörtént. Lehet, hogy a 3-4 év nem elegendő időszak, hogy mélyrehatóan és lényegében foglalkozunk az eseményekkel, de mindenféleképpen elegendő az, hogy 3-4 év alatt az ember bizonyos következtetéseket vonjon arra vonatkozóan, hogy milyen irányba kellene mozogni ennek a közösségnek, és talán pár alapigazságot fogalmazzon meg, amely mentén kellene ezt a közösséget tovább vezetni. Ha tetszik, ha nem, gyökerekben változtak meg azok az események, amelyek valójában oda vezettek, hogy az alapokon kellene módosítani az elkövetkező
időszakban, ha használjuk el a saját pontot, használjuk el a közösségtől, használjuk el a vezetőtől, hogy ez a közösség, ez az önkormányzat előre haladjon. És itt elsősorban, amit az elnök is említett, a munkához való hozzáállásban gyökeresen kell változtatni. Gyökeresen kell változtatni a felelősség közvetlen megképzésében, és gyökeresen kell változtatni abban is, hogy a szakmai tudás és a hozzáértés az nélkülözhetetlen elleme kell, hogy legyen ennek a közösségnek az építésében. Kérdésült az elmúlt időszakban, hogy egy jó szervezet és kemény munka nélkül és a szakmai háttérudás nélkül nem lehetünk eredményesek, és természetesen azért nem egyesült, hogy a mellékbeszélésnek az időszaka ezt teljesen kifordult. Azt kell, hogy mondjam, hogy mindenki számára világos kell, hogy legyen, és azt gondolom, hogy a közösség tagjának a nagy részére világos az, hogy elsősorban saját magunkat kell, hogy feladkozzunk. Nem várhassuk azt, hogy mások fogják megoldani a gondjainkat, nem várhassuk azt el, hogy majd valaki mások segíteni. Ha mi nem segítünk magunkon, és nem dolgozunk közösen, sokkal fegyelmezettebben, sokkal erőteljesebben és szakmai háttérben, akkor a közösségnek nem lehet jó és nem lehet boldogulás. És talán az, ami a legnehezebb ebben a kihívásban, az az, hogy a fejekben is kell változtatni. Azoknak az embereknek a fejében, amik veszik a közösségét, azoknak az embereknek a fejében minden, ami polgár a fejében is, ami talán a legnagyobb kihívás. A gondolkodásmódban nagy változásra lenne szükség. Optimista hozzáállásra kell, nagyban szükség, ha a felekben, a fejünkben feladjuk a kihívásoknak a nehézség, ha a fejeinkben nem állunk előképpen ugyanaz, és nem úgy gondolkodunk, és előre feladjuk a helyzetet, akkor azt gondolom, hogy nem lesz boldogulásunk is előképésünk. És ezt azért mondom, mert most a Városnak ünnepséget is megpróbáltunk egy olyan fajta új forgatókönyvet kihatolni, hogy beszólítsuk a polgárokat, beszólítsuk az embereket a Városnak megünnepésébe. Próbáltunk egy optimista hangulatot kialakítani a közösségünk belül, hogy valamilyen formában meglendítsük ezt a közösséget, amely talán egy kicsit is túlságosan is állhatta magát. És ha más nem, ez a nap az ideális alkalom arra, hogy ezt kifejtsük. Hiszen itt vannak példaként a díjazók. Azok az emberek, akik egy életen keresztül kemény munkával, hozzáértéssel, szakmával letettek ennek a közösségnek az asztalára valamit. Ők lehetnek a példaképnénk arra, hogy igenis, a fejekben, hogyha helyén vannak a dolgok, az ember keményen oda teszi magát, akkor az eredmények mindig meg kell érkezni, akkor az eredmények meg kell érkezni. Én a Városnak mindenségre vonatkozom a pozitív gondolkodásnak a támogatója vagyok, és remélem, hogy ebben mindenki egyetért vele. Hiszen ha a szabadtéri polgárok a nagy részt így fog gondolkodni, akkor a közösségük is meg lesz a jövő. Azt kell, hogy mondjam, hogy a kemény munka az nagy kihívás. A szakmaiság az nagy kihívás. A szervezet munkához valóolás nagy kihívás. De biztos vagyok abban, hogy ennek a közösség a szabadtéri önkormányzatnak van erre, van olyan kapacitása, hogy ezekre a kérdésekkel megoldódjon. És remélem, hogy mindenki ebben az irányban fogja mozgatni összefogással, élet megértésével, megbecsülésével, és akkor biztos, hogy benne van a közösség előre sokkal valami. Végezetül boldog születésnapot kívánok Szabadkának. Ez a városnapja a szeptember 1-je, és azt gondolom, hogy egyre többen és egyre szélesebben ezt a elvetelő vagyok, hogy megbecsüljük a saját születésnapunkat is. De még azt tudom, ott van egy szerencsé, a szállalag a Lucien, ott van egy generali konzulé, ott van egy odécsi konzulé,
gospodine predsjedniče, pan pastor, predsjednik parlamentarnog odbora, gospodine državni sekretar. Poštovane kolege, gradonačelnici, nosioci javnih funkcija u lokalnim samoupravama, direktori i rukovodioci javnih ustanova i javnih preduzeća, nacionalnih saveta. Prvo bih se svima vama želio zahvaliti da ste nas počastovali svojim prisustvom na ovoj svečanoj sednici. Smatram da je to jedna čast koju ste nam ukazali nama rukovodiocima lokalne samouprave, a to je čast koju ste ukazali svim građanima Subotice. Svečana sednica bi prvenstveno trebala da govori onim ljudima kojima smo ukazali čast, kojima smo dali jednu takvo priznanje koje oni zaslužuju za svoj rad koji su stvarili tokom života. Ali moram reći da ovakvim svečanim situacijama moramo malo dodirnemo našu svakodnevnicu. Moramo malo da napravimo jedan iskorak u tom pravcu da se bavimo i sa onim stvarima koje se tiču naše svakodnevnice. Pre 30 godine, 9 mjeseci, napravljeni su korenite promjene u političkom životu Subotice, napravljen jedan politički iskorak koji se prvenstveno bazirao i na promjenama koje su desili na nivou države. Možda 9 mjeseci nije dovoljno da sumiramo sve dva dešavanja i da opredelimo osnovne pravce nekih razvoja i da opredelimo neke vrednosti, prvenstveno to bi trebalo da nas pokovali u budućem periodu, ali mislim sasvim dobar period da izvučemo pouku ili pouke iz prošlog perioda. Moramo se suočiti s onim što jeste realno, da moramo menjati odnos prema radu, moramo se rukovoditi time da samo ozbiljan, samo pregoran i naporan rad donosi rezultate, da samo oni koji su odgovorni i koji rade zaista ozbiljno i veliko i isključivo kao sluge zajednice za tu zajednicu mogu postaviti rezultate i to mora biti svakako uvezano sa stručnošću i kvalitetnim znanjem. Ako ne idemo tim putem, onda nažalost ulazimo u sve veće i veće probleme. Ja se nadam da ćemo jednom za svakog prekinuti sa takvom praksom. Ozbiljno odnos prema radu, stručnost, kvalitet odnosa prema zajednici mora biti osnov budućeg rada funkcionisanja svake lokalne zajednice. I toga moramo biti svjesni, da se moramo prvenstveno osloniti na naše sopstvene resurse i sopstvene znanje. Neće nam niko sa strane pomagati, neće nam niko moći u toliko meri pomoći koliko im možemo sami sebi. Ono što će biti najteže i najveće za to budući period jeste promjena svijesti našim glavama. Moramo razmišljati, misliti, moramo imati viziju našeg razvoja i moramo u glavi menjati u svijest da mi nismo ni nemamo kapaciteta da tako nešto ostavimo. I tekako ova zajednica ovdje u Subotici je širi ima kapaciteta za to. I tekako možemo realizovati naše razvojne projekte u tom smislu treba ozbiljno da radimo. Ako budemo ozbiljno radili, odgovorno radili, stavili u mogućnost da stručni ljudi dođu na odgovarajuće mjesto, to ćemo realizovati. Primjer su ovi ljudi koji su ovdje sa dan grada dobili na neki način priznanje. Oni su naš uzor i naš primjer kako to treba raditi. Ja se nadam da ćemo svi prihvatiti ove poruke koje sam sad izgovorio sa ove govornice. Želim sretan dan našem gradu i mislim da imamo kapaciteta da sve dostavimo. Hvala lijepo.